már meg sem lepődünk azon, hogy az ilyenkor megszokottól eltérő módon minimum 10-15 Celsius fokkal hidegebb van itt Texasban. Mint ahogy a szék háttámláján látható, mínusz 5 Celsius fokra keltünk ma reggel. Tehát igazán zord, télies időjárás van, annak ellenére, hogy tavasz van. Napközben már 10 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet, de hát addig még el kell tenni egy pár óraosszának. A napi rutina megszokott módon alapozetetéssel indul. Ez immár a harmadik horgásznap, és lassan kezdjük kitapasztalni halaknak a szokásait. A vízben hihetetlen mennyiségű harcsa van. Egyszerűen, mint otthon a törpeharcsa, szerintem vastagon borítja a mederfeneket. Akkor van esélyünk nagyobb testű halat fogni, hogyha ezeket a törpeharcsákat, elnézést, ezek kék harcsák, ha ezeket a harcsákat eltelítjük. Hogyha ezek bekajáltak, akkor van esélyünk arra, hogy a területünkre érkező nagyobb testű halakat megfogjuk. Persze ehhez, ha egy teherautónyi etetőanyagot borítanánk be a vízbe, az is kevés lenne, viszont megpróbáljuk egy viszonylag szűk koncentrált területre összpontosítani a halakat, és ennek a környékét, a peremét meghorgászva próbáljuk a nagyobb testű halakat megfogni. Eddig ez működött. Most is ezt csináljuk. Féderbottal és féderkosárral ilyen mennyiségű etetőanyagot behordani képtelenség. Ezért van szükség erre a nagy csúszdira. Különben nem csinálnék semmi mást, mint folyamatosan reggeltől estig dobálnék. Viszont akkor meg nem jutna idő horgászatra és halfogásra. Elérkezett az ideje egy újabb adag etetőanyag bekeverésének, amely remek alkalom arra, hogy megmutassuk a kedves nézőknek, hogy miből áll ez össze. István, lássuk is hozzá, avasd be minket a műhelytitkokba. Hát a túra előtt megpróbáltam felkészülni, amennyire csak lehetett, abból, hogy a helyi horgászok mivel próbálják a buffalót horog közelére, ez a horogra csalni. Érdekes módon a pergető horgászatnak és a tengeri vízi horgászatnak rendkívül fejlett a kultúrája itt az Egyesült Államokban. Ugyanakkor viszonylag kevesen űzik ezt a fajta módját a sportnak, amit mi csinálunk, hogy a partról próbálják megfogni a halakat. Épp ezért nagyon kevés, illetve semmi előre elkészített csali nem állt rendelkezésünkre. Többnyire emberi, illetve állati fogyasztás alkalmas összetevőkből dolgoznak, amint itt látjuk itt az előttünk felsorakozó dolgokból. Mi az alapja ennek, ugye? Elsőként kezdjük is belönteni. Az alapanyag egyrészt ugye rendkívül egészséges reggeli oatmeal, magyarul zabtahely. Ebből hármat használunk. Az egyik egy apró szemcsés, ami jobban kötés és gyorsabban tapaszt, a másik pedig nagyobb szemcsés, jobban lebeg, amit úgy hívnák, hogy tradicionális vagy hagyományos zabtahely. Egyébként ez kiváló műzli alapanyag, Magyarországon is népszerű, de hát eszembe nem jutott volna még azt, hogy ebből etetőanyagot keverjek, de hát itt a remek alkalom, és ugye mindegy eddigi példánk is bizonyította, nem is eredménytelen. Kötőanyagnak délen nagyon gyakran, szinte majdnem minden élelmiszerben használt, leturmixolt édes kukoricát használunk, ami rendkívül jól összefogja az etetőanyagot. Ehhez ugye teszünk még hozzá pár doboz csömőkoricát is. Ez önmagában még nem ad annyi nedvességet, hogy összefogja, vagy elégendő? Úgy tűnik, kicsit várni kell, amíg megduzzad a zabtahely, és egy ilyen nyálkás burok képződik rajta. Ugye ez egy jó alap, de ehhez dúsításként még főzött, roppantott kukoricát, tigrismogyorót, és egy sajátos helyi csalit rakunk bele, ami nem más, mint a kisborjuknak étványfokozóként adott enyhén ánizsízű pelet. Itt a végeredmény, még várunk vele egy darabig, és jobban összeáll, gyúrható, belőhető, tökéletes. Na doktor úr, ha már ilyen frankon bekevertük a kaját, akkor etessünk be neked is. Most te leszel a tüzér. Hajrá! Itt a gombóc, tetrót hova kell lőni. Ez az.
A nézőközönség szemmel láthatóan rendkívül kíváncsi a horgászás minden apró fortéját illetően. Pont bent a tuskó mellé, oda vakartam, gyroklipsz megfogta, bevetésre készen. Volt egy jó kis kapásom, fárasztottam, buffalo volt, és nyertek a fák. Elszakadt a harog előkém. Ennyi. Hát így megyünk bele a délutánba, és úgy, ahogy az elmúlt két napban is történt, a buffalók egyre aktívabbá válnak, úgyhogy bízunk benne, hogy ennek még lesz folytatása. Az újabb buffalo. István, gyere, légy szíves! Ez bafi lesz megint, mi? Termetesebb hal, igen. Látta a burványát? Látom. Mennyi ideje volt neked? 10 perce volt kapásod? Ja, körülbelül 10 perce. Ez egy újabb a faló. Ott van már. Nézd a fő, mint a tenger alatt járó. Jaj, ott van az uszonya. Érdekes, amikor főnél a sekély vízre, akkor már azért kicsit megnyugszik a hal. Na meg hát a 6 fokos víz azért annyira nem pörgeti fel a halakat. Hú, ez gyönyörű bafi, Gábor. Gyönyörű bafi. Hozzá ki fel a nagy bafalót. Te! Ez megint gyönyörű jószág. De szép! De gyönyörű nagy hal, ez is, ezt nézd meg. Júj, ne vegy! A kedvenc csalik már megint, Gábor. A szokás szerint. Ez két emberes. Ez két emberes. Megint. Azt a mindenségét! Hallod? Délután van, ahogy mondtad, megjöttek a bafalók. Ja, csak kihúztad, az enyém meg leszakadt. Úgyhogy elég korán van. Nem, vagy a következő a tied. Nézd a farokuszonyát, hogy mozgatja. Gyönyörű. Gyönyörű a mintázata neki közelről. Hibátlan, minden pikkelye. Látszik, hogy sojátében nem volt horgon, és valami is bántotta senki. Mi sem fogunk téged bántani. Lefotózunk, lemérünk és visszaengedünk. 1962. Azt a mindenit. Majdnem 20 kiló ez is. Életed második legnagyobb hal a Gábor. Ja, eddig. Gratulálok, Gábor. Köszönöm. Nagyszerű. Szia, halacska. Figyelj, papás, van neked is. Az buffalo. Azaz! Ez egy buffalo, és az etetésről pontosan. Nem úgy, mint a másik, ami az etetés széléről jött. Várjál, zsinort. Jó helyen vagy. Jó vagyunk. Gábor, egy szák kell majd. Hozom. Ez egy bafi lesz. Beindult egy picit, mintha kereszt. Semmi, csak belementem. Itt van, itt van, itt van. Most beindul, már följött a leve, ott már a burványát már lehet látni. Kicsit össze van akadva a másik zsinórommal. Hal, ez is mekkora hatalmas jószág. Ez is szép hal. Ez nagyon szép hal, Gábor. Annyi körülbelül. Jól vagy. Ki tudom húzni, Gábor, itt sekély. Jó. Hatalmas zsinór jószág. Nagy hal. Aha. Ez van. Az. Hó, Gábor, nekem is van még egy. Ajajaj. Na, ismerős a csali. Fluorász felett, Tigris Magyaró. Tigris Magyaró. Gábor, ebből neked bojlit kell csinálni. Ebből neked bojlit kell csinálni. És most visszanyered szabadságodat. Jól küzdöttél. Szépen mosolyogtál. És eddig maradtál velünk.
Viszont nem eltűnt. Bafi! Buffalo-nak tűnik. Oké, ez már másik oldalon van. Köszönöm, ez lesz itt a megoldás. Nagy. Mekkora? Fú, de szép nagy. Gyönyörű, ilyen két tónusú. Sötétebb az eleje, de szép. Bízz vele? Nem. Azt mondjád, szerintem megvan a túl a legnagyobb hala. Még le kell mérni, hogy mit tud súlyilag. Ú, ez hatalmas jószág. Gyönyörű. Még nincs vége, Gábor. Még nincs vége. 21 kiló, 46 deka. Az eddig legjobb. Gratulálok. Köszönöm szépen, Gábor. Mennyi az fontban? Jó, meg azt, igen. 47,31. 47,31. Életem legnagyobb hala. A mindenségit. Harmadik horgásznapunk, és a harmadik 20 kiló feletti halunk. És pillanatilag a legnagyobb, de optimista vagyok, szerintem ebből lesz még nagyobb is. Erre. Nem arra van az arra. Erre van az arra. Huskahuk. Szia! Életem legnagyobb hala? Talán a kedves nézőknek feltűnt, hogy a második naptól kezdve új helyen kezdtem pecázni, annak ellenére, hogy az első helyen egy gyönyörű nagy halat fogtam. Hát ennek az volt az oka, hogy annak ellenére, hogy rendkívül nehéz a terep, mert tele van akadóval, itt sokkal több halmozgást láttunk. Tegnap még fogtam egy kicsit a fejem, mert nulláztam, de két napi folyamatos és konzisztens etetés után a hely elkezdett halakat adni, és a mai napra ez be is érett, mert három buffalo kapásom volt, amiből kettőt partra is tudtam hozni, és ebből az egyik életem legnagyobb hala lett. Hátra van még egy nap, amikor bármi megtörténhet. Az utolsó nap reggelén a legenyhébb időjárás fogadott minket, az éjszaka folyamán végre nem fagyott, talán olyan 2-3 Celsius fok lehet, és a szél viszont megváltozott, nagyon erősen, kellemetlenül fúj, ezért sajnos a termoruha elkél. A tegnapi naphoz képest annyit változtattam, hogy egy kicsit errébb jöttem, a nagy tuskónak most nem a bal oldalán, hanem a jobb oldalán horgászom, ami egyfajta támpontot nyújtott eddig számomra, ugyanis amikor megfogtam az első nagy buffalómat, utána akasztottam még hármat. Azonban mind a hármat elveszítettem, ez rendkívül bosszant, amikor az ember itt ül 3-4 napja, és végre van egy kapás, és az a hőnállított hal egy akadóban végzi. Ugye jól látszik az, hogy egy elárasztott erdő kellős közepén horgászunk. Ott, ahol eddig gond nélkül megfogható volt minden hal, egyik pillanat a másikra, vagy behozott a sodrás, vagy az áramlat egy olyan fagajt, amelybe belekeveredett a zsinórom, és az együtt elvesztettem halakat is. Nem akarok tovább kockáztatni, egyetlen napunk maradt hátra, ezért tulajdonképpen ugyanazt a területet horgászol meg, csak egy másik irányból, és így balról próbálok meg rádobni, és egy másik szögből kihúzni remélhetőleg, hogyha halat akasztok. Illetve megpróbálok egy újabb részt is, az eredetést egy kicsit távolabb horgászva, a másik bottommal pedig azt a részt veszem majd górcső alá. A horgászat stratégiája ugyanaz, mint ami eddig is volt, azaz folyamatosan eredetjük István helyét és az én helyemet is, bár ha ugyanaz történik, mint az elmúlt 3 napban, akkor kapásra csak késő délután számíthatunk. Nem esett még szó a felszerelésről, amelyet e nem hétköznapi körülmények közepette eredményesen használok. Természetesen, mint mindenhova, féderbotokat hoztam, és ezek közül is a Team féderbotokat választottam. A 4 méter 20-as extra heavy 50-170 g dobósúlyú féderbotom
az egyik legnépszerűbb Magyarországon is, amellyel nagy dobótávolságokat lehet elérni, 100 métert könnyedén dobhatunk ezzel a bottal. Azonban nem a nagy távolságok elérése miatt, hanem a bot rendkívüli ereje és erő tartaléka miatt választottam ezt a botot, hiszen itt a maximális dobótávolság nem több 50-60 méternél. Ennek méltó társa a Team Ferrell bot család megújult tagja, amely Cresta névre hallgat, de azért Cresta, mert Hollandiában fog ilyen néven forgalomba kerülni. A Sprott tulajdonosai felfigyeltek arra, hogy Magyarországon mennyire népszerű és milyen nagy darabszámban eladott a Team Ferrell bot család, és ők is forgalomba hozzák Nyugat-Európában, Hollandiában Cresta néven ezt a botot. Míg Magyarországon az év második felétől két új változatban, Fighter Carp, azaz harcos ponty, magyarra fordítva, és Master Carp, azaz mesterponty néven két különböző árkategóriában, még szélesebb méretválasztékban kerülnek forgalomba a megújult Team Ferrell botok. Hát ahogy itt a kedves nézők is láthatták, a két legnagyobb halamat, amit eddig a túra során fogtam, ezzel a bot típussal fogtam. Nem kérdés, hogy akár ezekkel a botokkal 20 kg feletti halak is megfoghatók, ha éppen nem keverednek akadóba. Az orsók, amelyeket a botokra helyeztem, a Team Ferrell család tagjai, azok közül is a nyeletőfékes változatok. Az orsók dobján kezdetben fonott főzsinór volt, azonban rá kellett jönnöm az elveszített halak árán sajnos, hogy hiába rendkívül kemény, nehéz a terep, egyszerűen a fonott főzsinór itt némi túlzással számomra használhatatlan. Ugyanis belefűrészeli, belevágja magát a fába a főzsinórom, és bármilyen módon próbálom azt onnan kihúzni, csak egyet érek el vele, hogy még mélyebbre vágja magát a zsinór, és onnantól kezdve csak egyetlen egy dolog van, a hal elvesztése. Viszont monofil főzsinórral ennek az esélye kisebb. Jó, ehhez nyilván vastagabb kell az átlagostól, ezért is tettem az orsóim dobjára 30-as monofil főzsinort. Ezzel, hogyha még bele is tekeri magát valamelyest a fába, nagyobb az esélyem, mint fonott főzsinórral a halak kifogására. A végszerelék, amit használok, egy rendkívül egyszerű etetőkosárral, pelletféder kosárral ellátott végszerelék, csúszó, de csak eddig a pontig, tehát körülbelül 10 cm-t engedem, hogy ez a végszerelék, illetve a kosár csúszson, majd bekövetkezik az akasztás, amely megütközik egy gumiütközőben, egy forgókapocsban, és következik a körülbelül 18-20 cm hosszúságú horogelőke, amely egy bevonatos fonott főzsinórból áll. Ez a PB Products Jelly Wire bevonatos horogelőke zsinórja. Azért használom ezt, mert a hagyományos lágy fonott horogelőkék a harcsák folyamatos támadásának köszönhetően egyszerűen feltekeredik. Illetve a víz is valamelyest áramlik, sodródik, és ugye ezzel együtt a horogelőke is mozog, és azt tapasztaltam, hogy bármennyire is precízen volt elhelyezve, bedobva a végszelék, minden alkalommal hagyományos lágy horogelőkékkel rá volt tekeredve az eretőkosárra. Kivételt képez, amikor ezt a Jelly Wire fonozsinór horogelőkét használom. Itt az utolsó 3 cm kivételével az egész horogelőke merev tud maradni, amely garantálja a gubancmentességet. Arról nem is beszélve, hogy csak ez a bevonatos zsinór képes ellenállni ennek a rendkívül kemény terepnek, mint például, amit itt látunk magunk mellett, ezt a hihetetlen mennyiségű kagylót, ugyanez a vízben is. A horog mérete 6-os, amelyen hajszerelőkén van felkínálva az ideálisnak vélt csali kombináció, amely jól látszik a képen. István is az általam használt végszerelék között annyi a különbség, hogy ő nem etetőkosarat, hanem olmot helyez a főzsinórra, amelynek a súlya 3 uncia, azaz kb. 90 g. És ő arra gyújja rá az eretőanyagot. A csalik körülbelül hasonlóak, innentől kezdve a többi már csak halakon múlik. Fél 12 van, túl vagyok már egy elveszített halom, ismét megtépett, nagyon bosszus vagyok. Beletekeredett a fába is, elveszítettem. És itt egy újabb hal. Megint a fa irányába ment. Fatörzs mellő próbálom meg elhúzni. Talán most igen.
az a facőrs az eddig 3 halamat vette le. De hát egyszer nem is látjuk, hogy mi van a víz alatt, vagy egyszer látnánk, elszörnyednénk, hogy... De jó ég, hol horgászunk. Ez ponty. És nem is kicsi. István azt mondja, hogy ponty, meglátta a piros farkát a halnak. Az ám. Ez egy ponty. És az ám bizony. Ez egy hatalmas nagy tőponty, Gábor. Ez egy nagyon nagy tőponty. Ez egy nagyon nagy tőpontyot fogtál. Megvan? Hiányoltuk a pontyokat, és lám. Van itt ponty. Csak a hideg víz az eddig nem kedvezett neki. Fluoranász peret nélkül. Látod? Nincs hal. Nem indulunk el a világba sehova. Hatalmas öreg ponty. Mekkora szája van, nézd. Biztos, hogy életében nem volt horog a szájába. Az biztos, hogy még ember családot, az is biztos. Legalább annyira meg van lepődve, mint mi. Jaj, de szép vagy. Hát az utolsó napra is maradt egy meglepetés. Eme gyönyörű ponty személyében. És még nincs dél. ...14 kg 30 dekás ponty. A legnagyobb pontyot én fogtam eddig, igaz? Hát ez gyönyörű. Mi van az első? Akkor is gyönyörű. Hát erre számítottunk legkevésbé, mert hogy egy 6 fokos vízbe ekkora pontyot fogni, Gábor. Hát lehet, hogy melegedett egy fokot. Ja. Lehet már 7. Már lehet 7 is. 7 fokos. Gyönyörű öreg halacska. Tisztelt drágám. Az alapozáshoz használt etetőanyag egy rendkívül egyszerű keverék. Ahhoz, hogy a kosárba töltött anyag kitűnjön ebből az etetőanyag kupacból, időnként Fluoflavor Red Fruit, azaz vörösgyümölcs fantázia nevű aromát használom, és nem is eredménytelenül. Az előzetes információk alapján már tudtuk, hallottuk azt, hogy a gyümölcsös aromáknak van létjogosultsága, ezért választottam ezt. Szép pirosra festi az eredetőanyagot, és nagyon kellemes aromája van, amely tetszik a buffalóknak, és legutóbb kifogott ponynak is. Miközben az eredetőanyag nagyon látványos piros felhőt képez oldódás közben. Ezt a kristálytiszta vízben jól látják a halak is. Az aroma érdekessége, hogyha egy keveset így a vízre öntök, viszonylag gyorsan a medelfenékre süllyed, tehát egy olyan heavy, olyan nehéz aroma, amely pont ott működik, ahol nekünk kell, azaz garantáltan lent a medelfenéken. És ami most különösen fontos, hideg vízben is dolgozik. Előttem, nézd meg! Jó van, húzom fel, most húzom föl! Ahogy igen! A túra leg... Gyönyörű szép! Kékes-zöld színű, istentelen szép hal. 16-22. Meg vagyok akadva. Így jár azok, hogy a tuskó mellett. Ott van, megvan. Na, ez az. Kijött. Ez a buffalo megint. Ez masszívan játszik, ez is. Oh, Gáb, ezt a recegést!
ez nagyon keményen dolgozik. Ez nem hagyja magát. Buffalo fogó mester kapott egy újabbat. Hú, mekkora kicsi nagy. Ez hatalmas. Hatalmas? Szerintem az eddig legnagyobb. Ne viccelj! Oké. Engedem lassan. 29 kiló. Várjál, 29? Nem. Csak 19 kilós. Nem láttam, hogy mi van. Messze a legnagyobb harcos voltál idáig, de innentől menj vissza, honnan jöttél. Szia! Arra. Úgy. Szia! De szép. Basztam, ekkora harcsa. Buffalókat meghazudtoló erővel küzdött, hát nem csoda. Hiszen egy valami nagy harcsa. Biztos, hogy van 3 kiló, vagy még nagyobb is talán. Sok minden nem marad az eretésen, ezek áldásos tevékenységének köszönhetően. Lassan lebukik a nap a látómezőn, véget ér ez a horgásznap, és vele együtt ez a fantasztikus túra is. Kaptunk hideget, meleget, itt aztán volt minden, amit el lehet képzelni, mindenféle időjárás anomáliának szenvedő alanyai voltunk, de a végére egy fantasztikus túra kerekedett ki belőle. Nyugodtan mondhatom, hogy életünk legszebb horgásznapjait élhettük meg itt a Lakefork víztározón, hiszen mindketten megfogtuk életünk eddigi legnagyobb halait, ez a túra garantáltan emlékezetes marad. Ez így igaz. Végre fogtunk 8 buffalót. Te is a legnagyobb haladat, én is a legnagyobb halamat. Egy gyönyörű nem várt pontyot, és hát mi egyet kívánhatunk. A következő túrára fel. Így igaz. Drága barátom, nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Hát ez nagyon jó volt, Gábor. Én is köszönöm. És a következő vadizni túrára készüljünk majd. Így igaz. Szia!